Egy perces néma csenddel emlékezett Székesfehérvár közgyűlése az orosz-ukrán háború áldozataira. A háború éppen egy évvel ezelőtt, 2022. február 24-én robbant ki. Fontos témákban született döntés, közbeszerzést írt ki a testület a Kodolányi János gimnázium teljes felújítására és bővítésére. A tervek elkészültek, a szükséges engedélyek rendelkezésre állnak. A közbeszerzési eljárást így elindíthatta a testület. Ez azt is jelentheti, hogy akár a nyár folyamán eredményesen zárulhat a közbeszerzés, majd a munkaterület átadásával megkezdődhet a felújítás a gimnáziumban. Teljes egészében kormányzati, nemzeti forrásból kerülnek megújításra ezek az iskolák, és a Kodolányi esetében is ez bővítést is jelent. Ugyanúgy, mint majd a Vasvári esetében, a Kodolányi esetében úgyis a kis Ibli épületének felújítását, és hát az épület állapotát nézve megmentését is jelenti majd. A Kodolányi gimnázium központi és északi épület szárnya, valamint az egykori Ibl iskolának az épülete is felújításra kerül. Megújul a homlokzati hőszigetelés és színezés is, és a belső terek szintén teljes körű felújításon esnek át. Komplett épületgépészeti és épületvillamossági korszerűsítés lesz a vízközmű hálózat felújításával együtt. A sportpályák is megújulnak, öntött gumiburkolatot kapnak. Az épületekben büfé és tálalókonyha is helyet kap. Várhatóan májusban a Hétvezér általános iskola teljes megújítására és még idén a Vasvári gimnázium bővítésére és felújítására is kiírják a közbeszerzést. Tavaly 65 ezer bérletet vásároltak az utasok, mintegy 500 millió forint értékben. Székesfehérvár emellett azonban további 2-2,5 milliárd forintot biztosított a közösségi közlekedés működésére. Hasznos lenne, ha a helyi bérlettel is ki lehetne egészíteni a vármegye bérletet. Akkor lesz igazán hatékony, hogy ezt ki tudjuk egészíteni a helyi bérletekkel. Tegyük hozzá, hogy már most is jól jár persze sok fehérvár is, egyrészt hiszen a fehérváriak is utaznak máshova, és így nagyon kedvezményesen tudnak ők is bérletet vásárolni. Másrészt pedig nyilván máshonnan az agglomerációba pedig talán kevesebben jönnek be ezen intézkedés okán is majd autóval a városba, ez pedig a város közlekedési helyzetén és környezetvédelmi állapotán tud javítani. A tanácskozáson köszönetet mondtak Rácné Földi Juditnak, aki a DK országgyűlési képviselőjeként folytatja munkáját, ezért le kell mondania önkormányzati mandátumáról. Ez egy nagy kihívás, és nagyon sok erővel és energiával vágok bele, és kíváncsian várom a következő heteket és hónapokat. Az a tervem, hogy minden közgyűlésen ugyanúgy részt veszek, hisz Székesfehérvárért fogok dolgozni, ugyanúgy nyitva áll az ajtóm minden székesfehérvári előtt, úgyhogy tényleg azt tudom mondani, hogy az itteni esküm szövege azt gondolom, hogy abszolút beleépíthető majd a március 6-ai eskübe is. Rácné Földi Judit elmondta, kedden jelentik be, hogy ki folytatja majd a DK színeiben a munkát önkormányzati képviselőként.